Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett, és szobáról szobára végig mutogatott a klinikán. Azt mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. A pótszékek is elkeltek az Egyperces Évszázad című előadásra, mely Örkény István születésének 100. évfordulójára született, Tarján Tamás irodalomtörténész szerkesztésében. Örkény István élete önmagáért beszél. Gyógyszerész, író, humoros pléboly és kártyamester volt. Egyperces novelláival stílust teremtett a világirodalomban. Rövid, tömör, ironikus, groteszk írásaira a pataki közönség is vevő volt. Tarján Tamás irodalomtörténész személyesen is találkozott Örkénnyel, és nagy hatással volt rá az író szerénysége és egyszerűsége. Gyakorló tanítást végeztem, és a vezető tanárnő meghívta őt az Apáczai gimnáziumba. Ott ült Örkény István a gyerekek között, és az első meglepetésem az volt, hogy milyen szolidáris volt Örkény a tanárnővel, aki 20 percig dicsérte. Nem a dicséret simogatta, kenegette hájjal Örkény István. Egyszerűen azt mondta, én itt vendég vagyok, és ugyan már 20 perc elment abból a szabálytalan irodalomórából arra, hogy én milyen nagyszerű pali vagyok. Fehér Anna színművésznő már a főiskolai vizsga előadásán is Örkény szöveget mondott, azóta is töltekezik az író humorából és könnyedségéből. Én amúgy is ezt a fajta humort, a groteszket, ezt a fajta abszurditását az életünknek nagyon közelállónak érzem magamhoz, úgyhogy boldog vagyok, hogy felolvashatom, hogy játszhatom. Nagyon szeretem, nagyon boldogan jöttem. Örkény István azt írta önéletírásában, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet. Azóta csak koptam. Írásainak máig tartó népszerűsége nem őt igazolja.